Adorján Tamást találtuk meg itt a Ducati Boscónak a bemutatóján. 1198-as Ducatival fog menni. Tomi, mentél már ilyen motorra? Vagy mi az a újítás most Suzuki helyett? Hasonlóval mentem. 999-en ültem még egyszer régen egy valamelyik szakújságnak a időleges tesztpilótájaként. Úgyhogy igazán azt mondom, hogy friss élményeim nincsenek a motorral kapcsolatban. Ugye ez egy 1198 SP motor, ami az idei évben azt lehet mondani, hogy az RS verzión leszámítva a legjobban felszerelt modell. Kipörgésgátlóval, váltó elektronikával, kovácsolt Marquezini kerekekkel, Brembo fékekkel, alutankkal, nagyobb is a tankja, ugye, mint a gyári, könnyebb is a sima 1798, tehát ez kifejezetten a versenymotor, TTX hátsó gátlóval, Öhrinc első villával, tehát egy nagyon jól felszerelt modell. Mi a terv ezzel idén? Hát ez kemény kérdés, ugye 9 év sor 4 után ülök át V2-re, ami önmagában is azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon nagy kihívás. Ráadásul, ahogy most idén az 1000-ben a bajnokság áll, illetve még ugye nem áll sehol, csak az előkészületek alapján kik indulnak, nagyon-nagyon kemény lesz a mezőny. Úgyhogy dupla a kihívás. Én szeretnék az első 5-be lenni. Titkos vágyam még azért ennél is jobb, de nagyon sok múlik azon, hogy mit mondok majd az első pár motorozás után, mennyire tudom egyáltalán megszokni, ugye nagyon sok minden más. Ugye te is, mint szakmabéli, illetve a kollégáid is azért szurkálnak megjegyzésekkel, hogy ne várjak azért túl sokat. Én is nyilván tiszteletben és alázattal állok a dolog elé, és nagyon nagy kíváncsisággal. Nagyon tetszik a motor, ugye bármelyik versenyző vágyait teljesíteni az összes felszerelés, akár egyesével is. Nekem a régebbi motoraimban mindegyik nagy fejlesztés volt, hogyha az Öhrinc gátlóról beszélünk, vagy mondjuk egy Brembo fékrendszerről, és ezen egyszerre van minden megspékelve kipörgés gátlóval, amivel még hasonlóval nem is mentem, úgyhogy nagyon sok újdonság lesz, amit meg kell tanulnom. Jó van, sok sikert, akkor találkozunk majd a pályán. Köszönöm. Ciao.